élvezem az egész versenyt, jó a pálya, ahhoz képest, amilyen, ahhoz képest, nagyon szuper a pálya. Jó, tökéletes, nekem tetszik, Balsa gyarmat, bátor város, minden oké. De említhetjük a többi gyarmati motorost is az ifjabb nemzedékből. Az egyaránt jól szereplő ifjabb Keskeny Balást, Páris Attillát, Major Robertet és Kis Kornélt is. A verseny elég nehéz volt, mivel az útviszonyok nem egész pályaversenyzésre megfelelőek, de legjobbat, amit lehetett, kihoztuk belőle. És még egy kuriózum. Az egyik robogón a verseny egyetlen hölgyindulóját, Tátrai Edinát fedezhettük fel. A nézők között is voltak olyanok, akik talán először érezhették közelről a benzingőzt, míg másokról messziről látszott, hogy hétről hétre az efféle versenyek törzskanítanak. Csak kik nyerték az egyes kategóriákat? Az X-eseknél, ahol a legtöbb jármű leginkább cross motorra emlékeztetett, Zóka Attila diadalmaskodott. A Simpsonok kormányánál Koren Norbert nem talált legyőzőre. Az oldtimereknél Lénárd Pétert senki sem tudta utolérni. Az átlagtartóknál Neumann László nőtt a mezőny fölé. Az NZ motorok viadalában Bán Levente robogott át elsőként a célvonalon, míg a robogóknál Ráski Róbert győzött a nagy csatában. Életveszélyes amúgy, nem szabad elesni, de nagyon jó volt, jól éreztem magam. Igazság szerint a barátnőmnek nyertem, mert ma van a szülinapja. A legfőbb nyertes azonban mindenképpen a néző lett. Régen fordult meg annyi ember a gyarmati belvárosban, mint most ezen a versenyen. Egy biztos, lesz még ennek folytatása.